Sziasztok! A mai videóban ezt a Halo HL400-as légtisztító berendezést fogjuk letesztelni. Ehhez egész komoly ilyen filterpak van. Covid idején ebből sokat eladtak a fiúk, azt mondja, mert ugye 99,9995%-os hatékonysággal működik ez a HEPA filter. Na, úgyhogy most megnézzük, mert összehasonlítom majd az én saját ilyen légtisztítóm, van egy Xiaomi légtisztítóm is, és van egy másik légtisztítóm is, majd ezeket összehasonlítjuk. Az Eurocomaxos fiúk ugye látták a mostanában a videókat, és azért gondolták, hogy próbáljam már ki ezt a készüléket is. Azért, hogyha így egy certifikációt mernek róla kiállítani, hogy ennyire jó a hatékonysága, ez egy 2021-es, 6. havi ilyen tesztnek az eredménye, akkor azt gondolom, hogy tényleg jó lehet. És ugye ezt rá is lehet ragasztani, vagy ki lehet ragasztani ide a környezetébe, hogy hát itt bizony ilyen készülék működik. Ugye ezt egészségügyi intézményekben és rendelőkben egyéb helyeken használták. De egész komoly súlya is van ennek a szűrőnek, úgyhogy tényleg nem lehet valami kis pályás. Úgyhogy valószínűleg ezt úgy kell betenni, hogy itt ki tudjuk emelni utána. Na, nézzük magát a készüléket. Van mobil alkalmazásunk is hozzá, illetve 7 rétegű szűrő rendszer az, ami biztosítja a megfelelő levegő minőséget. 9,7 kg és 34 decibel, hát az azért nem annyira halk, és 360 légköbméter per óra a légszállítása. Találunk a csomagolásban egy cruiser menüvet, illetve van benne egy kis cuki távirányító, és ezzel is tudjuk irányítani távolról is a készüléket, és van itt egy ionizáció, egy ionizer, UV, tudjuk állítani a sebességet, van egy timer funkciónk, van egy éjszakai funkciónk, illetve van egy autó funkció is. És már végre, talán most már láthatjuk is mindjárt a készüléket. Na! Itt van. Ez ilyen mágnesesnek tűnő dolog. Természetesen nem nézzük meg a használati utasítást. Volt benne egy hungarocet, tehát nehogy bekapcsoljátok úgy a készüléket, hogy ezt nem távolítjátok el, ezért is van ide téve rá ez a felirat, amit most én gyorsan le is veszek innen, hiszen itt van a bekapcsoló gombja is, és még erről is el kell távolítanunk ezt a nylon borítást. Na most ez hogy jön ki innen? Azt mondja, látok ilyen kis füdecskét, aha, ezt itt föl kell fordítani, nem kell ide leírás. Megoldjuk. Ezt meg kell jegyezni, basszus, hogy honnan mit vettem le, mert itt egymást követik ezek a szűrők. Azt a bakker. Még egy szűrő. Ez valami aktív szenes csoda szűrő. Annak gondolom, hogy aktív szenes, mert így rázódik benne a dolog. Ez le is van légmentesen zárva, úgyhogy ezt most fel is bontjuk. Hát ezt már vissza nem csomagoljuk úgyse. És már tényleg meg kell jegyezni, basszus, hogy hogy voltak. Ugye ez így volt beletéve. Ja, de itt is van, jól van, jól van. This side forward two. Ez pedig this side forward one. És itt pedig már láthatjuk is magát a ventilátor egységet. Ott van az UV lámpa benne, ami elvileg ugye UVC-vel megtisztítja a levegőt. Na, ez az a dolog, amiben én nem nagyon hiszek, hogy egy ilyen gyorsan átáramló levegőt egy ilyen UVC lámpa az meg tud tisztítani, meg sterilizálni tud. Tehát azért, na, hát ez olyan, mint egy szájmasznak az anyaga. Úgyhogy tök jól néz ki. Én azt gondolom, hogy befelé szívja és előre nyomja. Akkor be is helyezem ezeket a szűrőket így sorrendbe. És úgy látom, hogy nem tudom, hogy mágneses-e, de ez ide jól beszorul. És ugye széleken, mint az autóban, a kabinfiltereknél, vagy hát a pollenszűrőknél ismertebb nevén, ott van egy ilyen szivas borítás, hogy mellette ne nagyon szívja a luftot. Tehát az volt a hármas. Ez lesz a kettes.
nem viccelnek, és ez pedig az utolsó filterünk. És akkor most pedig lehajtjuk ide szépen ezt a kis fülecskét, ami a helyén tartja ezt. Egyébként, ha esetleg elfelejtettük volna a sorrendet, vagy nem lenne rajta, akkor itt is itt van, hogy 3-as, 2-es, 1-es, mit hogy kell betenni, hogy kell visszahelyezni ezt a szerkezetet. Először az alját akasztjuk be, utána pedig visszanyomjuk. Na, úgyhogy készen is állunk a beüzemelésre. No, tehát úgy gondolom, hogy ez allergiások számára is egy tök jó készülék lehet, mert ez aztán tényleg mindent kiszűr a levegőből. Úgyhogy egyre szimpatikusabb számomra. És találunk itt a használati útmutatóban egy lapot, amin az applikációt találjuk, és a Tuja applikációt, a Smart Life applikációt kell letöltenünk hozzá, úgyhogy most ezt meg fogom tenni, és aztán meglátjuk, hogy ezzel mit lehet vezérelni. Már annyi fajta applikáció van a telefonomon, mint égen a csillag. Ez is kicsit olyan, mint a villanyautó töltések, hogy elképesztő mennyiségű applikációval kell rendelkezni, ahhoz, hogy egy ilyen smart home alkalmazás hegyeket lehessen üzemeltetni, úgyhogy jó lenne már, hogy ezt kiszervezni, hogy csak egy kelljen hozzá, és mindet tudja üzemeltetni. És örültem, hogy ennyi nyelven van a leírása, viszont magyar nyelv nincs benne. Hát fekete pont. Nos, íme itt van a Xiaomi légtisztítónk, és ez 19 ppm-et mutat, 20 ppm-et. A levegő szennyezettségben, hát ez nem rossz egyébként, tehát ez egy tök jónak mondható, és automata módban van. Na, mindjárt megnézzük, hogy a másik légtisztító az mit mutat. Ez a légtisztító valószínűleg egy más érték szerint számol, 36, 39, 40-es értékeket mutat éppen, valószínűleg ez sem egy nagyon magas érték. Hát most idejöttem föl, és elkezdett 76% meg 80%-ra fölmenni, lehet, hogy a nem tetszem neki, de most automata módban van. Hűha, most kinyitottam az ajtót, és bejött valami cucc, és elkezdett ilyen narancssárgán világítani. Itt valószínűleg poros kint a levegő. Pedig a Xiaomi nincs nagyon változás. Na nézzük akkor meg itt a Caterpillar telefonomon. Ugye 57%-os páratartalom, 26 fok van, és ő 163 ppm-et mutat, az jónak tűnik, jónak mondható. Na majd megnézzük, hogy mit mutat később. Nos, a Xiaomi légtisztító már 1-es szintet mutat, tehát hogy nagyon-nagyon tiszta a levegő. Ez a készülék viszont 37, 33, 45, tehát ez sokkal érzékenyebb, tehát valószínűleg ennél az 1-es szint az már itt a 40 meg 33, és az alá nem nagyon fog menni. Hát meg lehetne próbálni, hogyha nagyobb teljesítményre állítom, hát próbáljuk meg. Teljes teljesítményre állítom, hogy akkor mennyit tud kiszűrni a levegőből, és lejjebb lehet-e egyáltalán vinni ezt a levegő tisztaságot. És még így is elég halk. Tetszik ez a készülék, nagyon tetszik. Nos, soha jobbkor nem jöhetett ez a légtisztító berendezés, hiszen most nagy por van nálunk az ajtó mögött, ott éppen csiszolunk, kaparunk és vályoggal dolgozunk. És nézzétek meg, most már szépen lejjebb is állt, de éppen porszívózok. Nézzük is meg, hogyha porszívózok, akkor hogy emelkedik meg ennek a légszennyezettségnek az értéke. És ugye ez 258-at mutatott, miközben a Xiaomi az 23-25. Tehát olyan, mintha a tized részét mutatná a Xiaomi, vagy valamilyen más mértékegységet használ, de amikor ez 23, akkor a másik készülék az 250 vagy 230, amikor ez 1-est mutat, akkor azon ilyen 33 és 40 a kijelzés. Porszívót. Nézzük, hogy reagál rá. Na most csak narancssárga, nem piros, de most már kezd megint feljebb menni. Mivel ez egy kefés porszívó, azért veri is a port. De most már ugye felporszívóztam, tehát akkor volt a durva, amikor elkezdtem, és most ugye két ilyen légtisztító is megy itt nálunk. De nézzétek meg, hogy nekem elég poros még a ruhám. Mindjárt megrázom itt mellette. Oda nézzetek mindjárt. Már is fölment 240-re. Sőt, ha kinyitom az ajtót, tehát hogy lássátok, miről is beszélek, tehát itt egy rohadtú poros környezet van most. Most kinyitom az ajtót, most már kiszellőztettem, és már annyira nem vészes a helyzet. De akárhányszor bejövünk, akkor mindig megugrik, az ilyen 30-as értékről fölmegy ilyen 100-154-re, aztán gyorsan vissza is áll, mert most automata módban van.
fertőtlenítés is történik, be van kapcsolva az ionizátor is, tehát minden, ami él és mozog, az be van kapcsolva a készüléken. Gyakorlatilag napok óta már megy folyamatosan, most már ki is zöldült, 113-as érték. Ez érdekes, mert a Xiaomi az viszont 43-at mutat most, tehát most nagyon nincsenek szinkronban. Na mindegy, most ő is automatában, ő is begyorsult egy kicsit. Na, szóval most itt porhegyek vannak, ráadásul meg is fáztunk, úgyhogy most tényleg soha jobbkor nem jöhetett volna ez az égtisztító készülék, mint most. Szépen le is ment az érték, hát itt is van már azért por rajta is. Na, ennyi volt ez a videó. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!